Még a nacionalista veszély elmúltával is másmilyen Európára van szükség, mondta Mário Monti egykori olasz miniszterelnök az Euronews tudósítójának, Georgia Orlandinak adott interjújában. Monti szerint a nacionalisták ellenzékiek lesznek az Európai Parlamentben. probabilmente az Európai parlamenti választásokon valószínűleg Olaszországban törnek előre legjobban a populista vagy nacionalista pártok. Végül is ez az egyetlen ország, ahol a két populista párt koalíciója kormányoz. Minden előrejelzés azt mutatja, hogy a nacionalistáknak nem lesz többségük az EP-ben. Így az olasz EP képviselők többsége ellenzékben lesz. Ezért arra számítok, hogy az Európai Bizottság elnöke nem populista lesz. És szerintem a biztosok többsége sem a populisták és a nacionalisták közül kerül ki. Ez annyit tesz, hogy Olaszország Európával ellentétes irányba fog menni. l'Italia nel contesto degli organi europei sarà un po' in controtendenza. Cambieranno presto gli europei vedet l'Europa nem sokára megváltozik. Io spero molto diversa da quella che abbiamo. Remilyen nem hogy az különböző. Basta fatto, secondo me, che Nem elég egyszer túlélni a veszélyt, a nacionalisták többségbe kerülését. Aztán minden mehet tovább a régi kerékvágásban. Ez azt jelenti, hogy az országok vétójogát meg kell szüntetnünk. Ha népek Európájára vágyunk, akkor olyan Európára van szükségünk, amelyben a parlamentnek és a bizottságnak erősebb hangot adunk, amelyben a haladás blokkoló országoknak nehezebb dolga lesz.